Folkvaró Fesztivál van Budaörsön. Az ember arra gondolna, hogy ma már nem járunk olyan ruhákba, amit foltozni kell, vagy lehet, hogy egyre inkább. Mi a célja ennek a fesztiválnak? Hát a foltvarrás nem keverendő össze a nadrág megfoltozásával. A foltvarrás, vagy más néven patchwork, ez is már eléggé ismert szó, tulajdonképpen egy kézműves műfaj, amikor is nagyon sokféle dolgot, többféle anyagból, foltokból állítunk össze. Nagy az érdeklődés itt a Városháza aulájában. Ez ennyire népszerű? Igen, a rendezvény szervezője a Magyar Foltvaró C, aminek 600, több mint 600 tagja van. Biztos, hogy több ezren űzik ezt a foglalatosságot, elsősorban nők a szabad idejükben. 2 évvel ezelőtt ugyanitt volt az Országos Foltvaró Fesztivál, akkor körülbelül 1000 látogatónk volt. Budaörsön összesen most 9 kiállításunk van, 3 itt a Városházán, 4 kiállítás a Posztártban, és 1 kiállítás pedig a Jókai Művelődési Központban. A kiállítások részben meghívott vendégek egyéni kiállítása, részben itt a Városház aulájában egy pályázatnak a beérkezett alkotásai láthatóak, illetve különböző tagjaink által készített kisebb-nagyobb munkák még a Posztártban, illetve a Jókai Művelődési Központban. Ez tulajdonképpen hobbi vagy művészet? Ez egy határeset. Nagyon sokan űzik hobbiként, de vannak olyanok, akik ebből élnek, akár funkcionális, tehát használati tárgyakat készítve, akár olyan olyan színvonalú alkotásokat előállítva, amelyek múzeumban is látogathatók, illetve hát ami még bevételi forrás, ez ennek a tanítása, tehát ebből is sokan élnek. De azt hiszem Magyarországon a zöme az csak mellékállásban űzi ezt. A kiállításokon túl van nyitott műhely, ahol bárki beülhet ingyen, és megpróbálhat néhány apróságot varni. Van gyereksarok, olyasféle eseményekkel próbáljuk színesíteni a látogatók élményét, ami miatt érdemes ide eljönni, ahova különben budaörsi lakcímkártyával ingyenes a belépés. Egyébként férfiak is űzik ezt a szakmát? Igen, itt az aulában 58 alkotást látnak, ebből 2 férfi munkája is látható. Nem sokan vannak, a 600 tagunkból körülbelül 5-en talán férfiak, de vannak. Éve 98 nyarán csináltam az elsőt, mai szemmel, noha megvan, mai szemmel nagyon amatőr próbálkozás volt, de nagy becsben tartom, mert az volt az első. Mi az, ami megfogta 20 évvel ezelőtt? Én mindig is nagyon szerettem különböző kézműves dolgokat csinálni, az amúgy normális foglalkozásom mellett, és nem tudom, ez valahogy egyszerűen. Előtte nagyon hevesen kötöttem, és akkor ezt így elkezdtem, és utána nem kötöttem többet, és ezt a férjem akkor nagyon zokon vettem, mert azt mondta, hogy neki akkor soha többet nem lesz szép kézi kötött pulóvere, és ez valóban így is lett. Ha otthon valaki a családban nekiáll egy ilyen foltvarró kis műhelyt összehozni, akkor az nagy rendetlenséggel jár? Hát azt szokták mondani, hogy a foltvaróknál soha nincsen rendes ebéd, mert minden rendes foltvaró az étkező asztalon szabvar, ahol kiteríti a dolgait, és maximum, hogyha vasárnap vendégek jönnek, akkor takarítja el a dolgokat, és lehet rendesen enni. Vannak olyan nagyon tehetséges tagjaink, akik tényleg a konyhaasztalon csinálják, a gyerekükkel osztoznak az íróasztalon, de hát ha már egy picit mondjuk az ember hosszabb ideje űzi, meg megengedheti magának, akkor ugye a non plus ultra az, hogy van egy külön szobám, ahol akkora rendetlenséget csinálok, amekkorát csak akarok, és soha nem kell kitakarítani. A foltvarrók már szinte hazajárnak Budaörsre, hiszen nem először ér minket a megtiszteltetés, hogy házigazdái lehetünk az Országos Foltvarró Fesztiválnak. A patchwork, magyarítva a foltvarrás, egyre népszerűbb hazánkban is.
Csak a Magyar Foltvaró céhen belül 60-nál több aktív csoport működik országszerte, és nyilván rengetegen űzik ezt a hobbit szervezett kereteken kívül is. Természetesen, mint annyi más, a foltvarrás is évezredes múltra tekint vissza. Már egyiptomi leletek között is találtak olyan ábrázolásokat, amelyek erre a technikára emlékeztetnek. A legendák szerint Buddha azoknak a szegény híveknek az adományaiból, akik csak kis darabka sejmet tudtak ajándékozni neki, hatalmas takarókat varratott. Az azonban egészen biztos, hogy amióta ismerjük a nagyipari szövést, az akkori időkre jellemző nélkülözés és szegénység szinte kikényszerítette ezt a technikát. A kinőtt, elrongyolódott ruhákból megmaradt anyagdarabkákat így használták fel a nők, hogy felöltöztessék a gyerekeiket. Az újra felfedezett foltvarrás motivációja szerencsére ma már nem a szegénység, de kétségtelen, hogy benne van az újrahasznosítás dicséretes eleme is. Mellesleg a mai foltvaró nők újra átélhetik azt a fajta közösségi élményt, amely évszázadokon át természetes volt és számtalan jótékony hatása volt. Hiszen a fonóban vagy kukorica fosztás során ugyan mindenki keményen dolgozott, de azért bőven jutott idő arra is, hogy ki-ki elmondja búját, bánatát. Ezeknek a női közösségeknek, mai kifejezéssel élve, valóságos, terápiás, lelki hatásuk is volt. A munka végeredménye két nagy csoportba sorolható. Használati és dísztárgyak készülnek ezzel a technikával. A praktikus ötletek végtelen számú lehetőséget kínálnak a fali szőnyegektől, a táskákig, az ágynemüktől, a gyerekjátékokig. Gondolta volna, hogy interaktívan lehet egy patchworkkel foglalkozni. Tehát, hogy én oda megyek, húzgálom, tolom, és még mindig patchwork a patchwork. Tehát én azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Tehát amikor önazonos a munka saját magával. Én úgy gondolom, hogy a zsűritagokkal nagyjából egyetértettünk ezeknek a munkáknak az elbírálásában is, talán a díjazásban is. Szívből és igazán gratulálok mindenkinek. Azoknak is, akiknek a munkája talán számomra nem volt annyira egyértelmű, mert ha valami, a szakmaiság, tehát a megcsináltság, tehát ilyen értelemben a minőség, az maximálisan lenyűgöző volt. Lenyűgöző volt a számomra, és ezt az egész szakmai világot szeretném kívánni mindenütt, másütt, más területeken is ilyen minőséget, és ilyen összefogást, amilyet itt most tapasztalok, mert hát azért egy ilyen látszólag kis területet, ilyen hatalmassá duzzasztani, és ilyen monumentális kiállítássá, fesztivállá emelni, az nem csak egyszerűen egy elnökség, vagy egy jó szervező gárdának, hanem azoknak a tagoknak is az eredménye, akik évek, évtizedek óta dolgoznak, minőséget és mennyiséget is természetesen felmutatva, és akkor ebből lehet egy ilyen nagy vállalkozás, mint amilyen ez volt. A legjobb első pályázó Herceg Katalin Játsz velem című munkája, aki a Fiskars ajándékcsomagát kapja. A másik legjobb első pályázó Lukács László Összeszőtt négyzetek. A legjobb csoportmunka a Stúdió Mi interaktív játszótér című alkotása. A legjobb minikvilt Nagy Anita Sok-sok című munkája. A legjobb gépi tűzés kategóriában Molnárné Pusztai Gabriella színjáték című munkáját díjaztuk.